Szerepeket osztanak, és az új évad darabjait tervezik a színház új vezetői. Sedjánszky Nóra, művészeti tanácsadó, a társulat hívására érkezett. Jól ismeri a teátrumot, hiszen 2003-tól 2011-ig dramaturgként dolgozott itt. Szeretnénk nyilván tartani azt a fajta profilt, ami eddig is általában sikerrel működött, meg igazából egy vidéki önkormányzati színháznál nem is nagyon zsákba macska, vagy nem titok, hogy hogyan kell felállni az évadnak. Nyilván a nagyszínpadnak kell sikerre számítható produkciókat, zenés produkciót, gyerekdarabot. Mi szeretnénk egyfajta érdekes, izgalmas területet bekapcsoló előadásokat is létrehozni, olyan darabokat, amik egyrészt tudnak mondani valóval bírni ma is a nézők számára, ugyanakkor szórakoztatni tudnak. Címszerepet játszott Molnár Ferenc az Ördög című darabjában Slanger András. A korábbi direktort évad közben indoklás nélkül rendes felmondással mentették fel február 9-én. Az igazgatói posztot a cégvezető Kirják Róbert vette át. Azt mondta, a színház kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben van. A színház pénzügyileg évek óta nagyon stabil, amióta a városi önkormányzat magához vette. Kimondottan odafigyelnek, hogy sem likviditásban, sem anyagi dolgokban semmilyen hátrány ne érje a színház. Ugye én ezt korábbi cégvezetőként, gazdasági igazgatóként személyesen koordináltam, illetve az operatív részét intéztem. Ez a mostani évben is elmondható, emelt a városi önkormányzat a színház támogatásán, ami egy kicsit kompenzálja az állami támogatás csökkentését. A teátrum új vezetése abban bízik, hogy pénzügyileg és szakmailag is kiegyensúlyozott évad elé néznek. A nézőket pedig a már több mint 60 éve országszerte nagy sikerrel játszott Bála Savoyban című operettel várják. Köhögni meg röhögcsélnöd hátul!